A Bonyhádi Széchenyi iskolában rendszeresen szerveznek olyan napokat, amikor a sport és az egészséges életmód kerül a figyelem középpontjába. Ráadásul ilyenkor nem csak a gyerekek az élvezői a programoknak, a szervezők a családok megmozgatására, a közösen eltöltött idő örömére is koncentrálnak. Minden évben van egy egészséghét, egészség és sportnapunk, és ez abban különbözik a hosszú évek óta megtervezett napoktól, hogy most nagyon sok anyagi forrásunk volt ezeknek a napoknak a megszervezéséhez, mert a helyi akciócsoport, amit mi csak HACS-nak hívunk, ez egy városi pályázat, keretében 2 millió forintot nyert az intézményünk ezeknek a programsorozatoknak a megszervezéséhez, és lehetőségünk van olyan eszközöket, embereket utolérni, amit egyébként a hétköznapokban kevésbé tudtunk volna megfizetni, vagy megnyerni ennek a programnak a támogatására. Így aztán az idei esztendőben olyan sporteszközök is részesei lettek a rendezvénynek, melynek megszerzésére egyébként nem lett volna forrás. Így lett többféle ugrálóvált, trambulin és különleges játékok, melyek a mozgáskoordinációt is segítik. Nekem azért tetszik, mert jók ezek a trambulinok, meg ez a játék is igazából nagyon jó volt. Én igazából nem voltam még ilyen ugrálóváros, ilyen labdás játékban, nekem ez nagyon jó. Mindenféleképpen a családok bevonása, az egészséges életmód, a mozgás, a táplálkozás, a tisztálkodás. Ezért nagyon sok olyan dolgot szerveztünk, amikor a gyerek találkozik bizonyos, újszerű, esetleg a családban is használt, de nem tudatos étkezéssel kapcsolatban. Nagyon sok fajta sportággal ismerkednek meg, és nem a saját kollégáink vezetik ezeket a foglalkozásokat, hanem a sportágat népszerűsítő edzők tartják a foglalkozásokat, úgyhogy nagyon örülünk neki, mert hogy nagy kihívás a gyerekeknek, és jó kedvel próbálják ki ezeket az újszerű sportolási lehetőségeket. Az iskolában azt tartják, hogy ezek a rendezvények hozzásegítenek az egészséges életmód kialakítása mellett a családi kötelékek erősítéséhez is, hiszen a közös mozgás olyan élményeket biztosít, mely pozitív hatással van az emberi kapcsolatokra is.